A sorsolás és az egyeztetések következtében úgy alakult, hogy a nyíregyházi kosársuli sorra idegenben lép pályára az amatőr nemzeti bajnokság 10.-18. helyéről döntő rájátszás első felében. Legutóbb egy kétnapos dunántúli túrára utazott az NKS, ahonnan két győzelemmel tértek haza Farkasinszky Gyuláné tanítványai. Székesfehérváron a Dávid Kornél Kosár Akadémia ellen 14 ponttal nyertek Pap Klaudiáék. Másnap délelőtt Zalaegerszegen az A csoportban is szereplő kosarasokat pályára küldő házigazdákat szintén 14 ponttal múlták felül a nyíregyháziak. Már azért érződött a fáradtság, tehát ugye itt azért már voltak azért gondjaink és problémáink, tehát így többet kellett cserélnünk. Hál' Istennek is se volt gond és probléma a fiatalok beszállásával, jól szálltak be, jó ütembe dobták a pontokat, és a lényeg az volt, hogy az a védekezésben is úgy tudták kivenni a részüket, hogy az idősebbek, akik előző nap is többet játszottak, azokról valami szerint elevették a terhet. Én úgy gondolom, hogy ez szerencsésen két győztes mérkőzésre jöttük, ettől többet egy edző nem kívánhat. Szombaton ismét idegenben lép pályára az NKS, a közvetlen rivális Tata otthonába látogatnak Farkasinszky Orsolyáék. A Tata az ugye egy újonnan szerveződött csapat. Az előző évhez képest nagyon kevesen maradtak ott, tehát megpróbáltak Százhalombattáról, Szombathelyről erősíteni ezt a sót. Na most ez, ahogy én elnéztem az eredményeit, tehát nekünk ezt a mérkőzést tudni kellene megnyerni, főleg úgy, ugye, hogy ezen a hétvégén csak ez az egy mérkőzésünk van, de hát ugye a labda gömbölyű, reméljük, hogy addig ugye több játékosunk nem fog megsérülni, ugye Detti addig még biztos, hogy nem fog rendelkezésünkre állni, és innentől kezdve azért vannak bennem icipici kételyek, de hát a remény hal meg utoljára, és úgy megyünk oda, hogy mindenféleképpen mérkőzést kell nyerni. Ha már eddig ugye aránylag jól sikerült ezt az első idegenbeli sorozatot letudnunk, akkor jó lenne, hogyha nem a Tata lenne az, ahol elvérezne a csapat. Az amatőr nemzeti bajnokság tabelláján a pécsi Pinkese a 10. 7 győzelemmel és egy vereséggel, a 12. nyíregyházi kosársuli mérlege 5-3, a Tatai Ese pedig 3 győzelemmel és 2 vereséggel követi az NKS-t a táblázaton.